Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a Debreceni Egyetem és a Siker Alapítvány szervezésében megnyíló Repülj velem Rióba című kiállítás megnyitóján. Köszöntöm Szabó Tünde sportért felelős állatnyitkárasszonyt. És Bács Zoltánt, a Debreceni Egyetem kancellárját. Keceli Csabát, a Siker Alapítvány alapítóját. És külön köszöntöm Derencsényi István fotográfust, akinek a segítségével képzeletbeli utazást tehetünk a Riói olimpiára. Köszöntöm továbbá minden kedves vendégünket és a sajtóképviselőit. Felkérem Bács Zoltán kancellári urat, hogy házigazdaként röviden mondja el, hogy mit keres egy kiállítást egy egyetemi sportlétesítményben. Tisztelt államtitkár, kedves vendégeink! Ez nem egy egyszerű sportlétesítmény, hiszen a falára is azon kiírva, hogy sporttudományi oktatóközpont. Azaz jelzi azt, hogy a Debreceni Egyetem a sporttal más különbséggel foglalkozik, mint egyszerű testnevelés. A sporttudomány fejlesztésével az elmúlt 12 évben nagy eredményeket értünk el, és ezek között az eredmények között van az is, hogy ez a létesítmény itt állhat, és 2015. november 26-án megnyithattuk államtitkárasszony közreműködésével. Ma pedig egy olyan eseményre kerülhet sor, ami valóban nem szokványos, hogyha arra gondolnánk, hogy egy sportlétesítményben kiállítás van, de mint mondtam, ez nem egy egyszerű sportlétesítmény, viszont egy nagyon fontos esemény ez a mai nap a létesítmény az egyetem életében, hiszen egy olyan kiállítást nyithatunk meg, ami a sporttal kapcsolatos, és olyan helyen, ami szintén a sporttal kapcsolatos, és úgy tűnik, hogy ennek a létesítménynek az életében a legfontosabb eseményekkor államtitkár asszony mindig velünk van, úgyhogy ezt külön köszönjük. És azt is, hogy reggel, amikor felkeltem, kinéztem az ablakon, akkor arra gondoltam, hogy ajaj, hó esett, de arra is gondoltam, hogy egy igazi sportember mindig leküzdi az akadályokat, és államtitkár asszony csak akkor hívott, amikor megkérdezte, hogy itt kell-e megállni. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük azt is, hogy elvállalta, azt is, hogy ebben a ilyen körülmények között el tudott ide jönni, és hát boldogok vagyunk, hogy Derencsényi Pisti barátunknak pedig az első kiállításán közel működhetünk, hiszen nagyon régen ismerjük egymást, még a lelátókról, aztán pedig a közös munka során sokszor találkozunk. Úgyhogy amikor Keceli Csaba Siker Alapítvány nevében felvetette, hogy lehetne egy ilyen kiállítás is hol legyen a városban, akkor egyértelmű volt, hogy sehol máshol csak itt. És én már megnéztem tegnap este is, ma reggel is, azt gondolom, hogy nagyon szép fotók és nagyon szép 3D-s képek vannak. Ajánlom mindenkinek, hogy türelemmel és figyelemmel nézze végig. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek. Felkérem Keceli Csabát, hogy a tárlat többi apró részletébe olvasson be minket, hiszen egy azon túl, hogy a témája sem mindennapi, maga technikai verseny mindennapi tárlatról van szó. Üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek a megnyitóra. Külön köszönöm a kancelláruknak, hogy lehetővé tette azt, hogy itt egy ilyen színvonalú kiállítást megnyithasson. Természetesen államtitkár asszonynak is nagyon köszönjük, hogy elvállalta a megnyitót. És hát nem jöhetett volna ez az egész létre akkor, hogyha nincs egy Derencsényi István fotográfusunk, sportfotósunk, aki ezeket a csodálatos képeket rendelkezésükre és az önök rendelkezésére bocsátotta. Nagyon rövid próbálok lenni. A kiállításon az volt a cél, hogy a fotókat többféle módon mutassuk be. A klasszikus, hagyományos nyomtatott fotókon túl digitális fotók és 3D-s fotók, de nem akarok a részletekbe belemenni, mert az államtitkár azt mondta, nem akarok elvenni, hogy még részletesebben tudnak erről beszéljen. Bárkinek nagyon szívesen azt követem, ha igényli, akkor a részleteket is. Tisztelt kancellár úr, tisztelt elnök úr, tisztelt művész úr, kedves vendégek, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nem annyi generáció, így magam is, még a szöveg
minden hatóságában nőttem fel. Könyvek, nyomtatott újságok voltak a meghatározók. A világháló térhódítása ugyanakkor ma már nem csupán egy folyamat. Minden statisztika azt igazolja, hogy a videók, fotók teljesen átvették a hatalmat az emberek mindennapjaiban. Alig, ha nem a Debreceni Egyetem is sok vitát, és lezajlik ugye sok vita, amikor a fiatalok és az idősebb korosztály elkezd ugye beszélgetni, de a trendet még megállíthatatlan. Épp ezért válnak igazán fontossá azok az emberek, akik ebben a világban maradandót szeretnének, minőséget képviselni. Bár percenként töltődnek fel a filmek, ugye képek, mozgó képek milliója a világhálóra, mégis ha tehetjük, álljunk meg néha, és adózzunk megbecsüléssel azok iránt, akik művészei a pillanatok megörökítésének. Egy jó fotó néha többet mond egy filmnél, néha nincs is hangja, a film pörög, így, akár az életünk kisebb eset, éppen ezért nincs idő az igazán apró finomságokra, a mindennél többet elmesélő pillanatokra, azok apró észrevételeire. Egy jó fénykép ugyanakkor elmondja az egész történetet. Egy örömteli arc, vagy egy fájdalmas tekintet, vagy egy mindennél többet mondó mozdulat ráirányítja a figyelmet az adott pillanatra, a drámájára, netán visszaadja a győzelem mindennél csodálatosabb mámorát. Sehol nem lehet annyi megélt pillanatot megörökíteni, mint egy olimpián, ez nincs sportoló, mint művészről is tudja, ez tényleg így van. Nekünk magyaroknak viszont hagyományosan óriási jelentőséggel bír az olimpia. Minden rezdülést igyekszünk nyomon követni, ezért nem véletlenül, hogy itt a Debreceni Egyetemen is elérkezettnek látták az időt arra, hogy a riói játékok legemlékezetesebb pillanatai bonyíjunk és nyírjuk, mutassuk meg a fotókiállítást. Ehhez kellett egy sajtó történeti lépés is, hiszen először fordult elő, hogy a nyári olimpiai játékokon akreditált fotó riporterek között helyet kapjon egy vidéki orgánum munkatársa is. A nagyszerű fotókat látni, és látva majd, alig ha kétséges, vagy Derencsényi István művész úr élt a nem mindennapi lehetőségekkel. A napló kiváló munkatársa láthatóan, majd fogjuk látni, én már hallottam, Lubic volt abban a fantasztikus millióban, amit egy olimpia kínál a sajtó munkatársai részére, hiszen 4 évente, 16 napon át gyakorlatilag 30 világbajnokság zajlik párhuzamosan egyszerre. Újságíró ismerőseimtől hallottam, és tudom, amennyire irigylése méltó egy ilyen kiküldetés, annyira embert próbáló is, hiszen az egyik helyszínről eljutni a másikra időt és nagyon sok energiát igénylő feladat. Egy adott helyszínen a megfelelő helyet megtalálni, szintén, és akkor még nem beszéltünk a szerencséről, olyan hosszú katinta hozzánk tanulta. 100 emese, vagy szilányi állapot, onnan fordul el felé, ezt majd művész úr el fogja mondani, mert ezek a részletek, az ő minden tudásában benne vannak. Lehet, hogy akartak elszalasztott lehetőségek, sokkal több volt a megragadott pillanat, úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy induljunk neki a riói államutazásra. Inkább még egyszer a játékok semmihez sem fogható, amit és én a magyar sport nevében szeretném ismét megköszönni Művész úrnak, Derencsényi Istvánnak, sikeralapítványnak, és nem kevésbé a Debreceni Egyetemnek, hogy ezt a lehetőséget megteremtette számunkra. Úgyhogy én ezúton a Repülj Velem Rióba fotókiállítást megnyitom. Köszönöm, hogy önökkel itt lehetek, és ennek a célménynek a részese lehetek. Köszönöm szépen! Megköszönöm államtitkár asszony szavait. A fotós keresi a pillanatot, komponál és kattint. Ritkán beszélt. Reméljük, hogy most pár gondolat erejéig kivételt lesz a kiállító.
Derencsény István fotós, akit a szakmabeliek nagyon jól ismernek. 14 évesen kezdett el fotózni a TVSC egyik portrájaként, majd középiskolásként nem csak a klub, hanem a Debrecen Újság hivatalos fotósa is lett. Érettségi után az Informédiához szegődött, és immár 10 éve jelentek meg fotója Hajdú Hérri naplóban. Autodidakta módon tanulta a fotózást, de nagyon sokat segített neki mestere Nagy Gábor. Képei rendszeresen megjelennek a Magyar Sajtófotó kiállításon, ahol 2 éve díjat is nyert művészet kategóriában. Zsánerképeket szeret leginkább készíteni, és mondják, hogy a sportfotózás az egyik legnehezebb műfaj, hiszen ott még a sportoló szokásait is, például a Magyarok Tükörszín is említette, még azt is tudni kell, hogy melyik oldalon veszi úszás közben a levegőt a sportoló. Ezt is tudni kell egy igazi fotósnak. De hogy hogyan működött mindez Rióban, melyik fotó megszületése volt a legnehezebb, kedves Dedi, avasd be minket!